Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, köszönjük a HUPEX nevében ismét a felkérést, hogy részt vehetünk ezen a konferencián. Ha 2 évvel ezelőtt kellett volna egy ilyen témájú előadást tartani, biztos, hogy minden előadó úgy kezdte volna, hogy hihetetlen turbulens környezetben élünk, és nagyon sok a változás, és nagyon nehéz megtippelni, hogy merre tartunk. Hát az elmúlt 2 év és mondjuk az elmúlt 2 hónap tükrében én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lett volna 2 évvel ezelőtt egy ilyen témáról beszélni, mint most. Ki gondolta volna, hogy több száz eurós gázárakról, több száz eurós villamosenergiárakról beszélünk. Ki gondolta volna azt, hogy kátos termelők kilépnek a kátrendszerből. Ki gondolta volna azt, hogy az ipari fogyasztók visszakapnak pénzt a kátrendszerből. Tehát olyan dolgok történtek meg itt az elmúlt időszakban, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokunkat meglepett, és mindezekkel együtt vannak olyan fejlődések, fejlesztések, amik láthatók, és amikről én azt gondolom, hogy érdemes beszélni. És az elkövetkezendő 20 percben szervezetpiaci vagy tőzsdei szemüveggel szeretnék ezekről a trendekről és fejlődésekről beszélni. Előrejelzem, hogy több olyan téma lesz, amit korábban már említettek korábbi előadók, de most így majd a mi szemüvegünkkel keresztül tudjuk ezt megnézni. Ugye a HUPEX csoport, így hívjuk magunkat, áll egy áramtőzsdéből, áll egy gáztőzsdéből, és áll egy gáz és villamosenergia termékeket forgalmazó hosszú távú derivatív tőzsdéből, HUPEX, CIGEX, HUDEX, ZRT. Az első szlájd legyen egy picit a reklám helye, de igazából annak alátámasztása, hogy 2021-ben mindezen korábban felsorolt jelenségek ellenére, vagy lehet, hogy pont éppen ezért, a szervezetpiaci kereskedés volumene nagyon nagy mértékben nőtt. Tehát, hogyha ránézünk a villamosenergia szegmensre, vagy a gáz szegmensre, az látszik, hogy nagyon jelentős forgalom növekedések következtek be az elmúlt évben. 2022 kapcsán majd beszélgessünk 1 év múlva. Ott azért az látszik, hogy főleg a hosszú távú piac az, ami nagyon megszenvedi a hihetetlen ármozgást és volatilitást, nagyon óvatossá váltak a kereskedők. Nyilván nagyon-nagyon nehéz árazni egy ilyen környezetben. A spot piacok én azt gondolom, hogy körülbelül ugyanott teljesítenek villanyoldalon mindenképp. Akkor kicsit madártávlatból nézzük az energiapiaci trendeket, és most már igazából a villamosenergiára szeretnék koncentrálni, akkor a már sokat emlegetett hatás alapvetően látszik, hogyha a baloldali grafikont nézzük, az a spotpiaci gáz és villany árakat mutatja. 2021. január 1-től gyakorlatilag napjainkig, ugye jól látszik, hogy a gáz a 200-250-es árat is elérte, villanyban pedig spot piacon már azon is meglepődünk, hogyha 100-assal kezdődik az ár, mert nagyon, nagyon inkább a 200-as-300-as árkörnyezetben vagyunk, majd erről egy picit később, éppen a múlt héten kialakult ár is fog tanúskodni. A jobb oldali ábra a hosszú távú piacoknak a különböző termékeihez kapcsolódó, különböző időpontokban kapcsolódó elszámoló árait mutatja, és itt az, amit előbb Péter is mondott, gyakorlatilag a következő 3 évben az látszik, hogy ahogy megyünk előre az időben, egyre magasabb árakat áraz a piac. Tehát gyakorlatilag a korábbi árszintekhez, 50 plusz eurós árszintekhez képest 80-100-as árszinteket jeleznek akár 3 évre előre is. Ez azért eléggé nem megszokott mondjuk az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A spotpiac
Európának az európai alakulását mutatja ez a három ábra, három különböző időpontban, és nem is feltétlenül a konkrét értékek a fontosak, hanem tulajdonképpen a rajzolatok, ami azt mutatja, hogy azok az országok, amelyeknek a termelési mixe olyan, vagy azt mondhatnám, hogy speciális, azok tudnak alacsony árszintet hozni másnapi piacon. A többi, mondjuk azt, hogy a nagy átlagos energiamixű országok, azok közel azonos árszinten mozognak. Ugye tudni kell, hogy másnapi piacon és egyébként intraday piacon is az európai piac össze van kapcsolva, tehát eléggé hatnak egymásra az árak. De az látszik, hogy Lengyelország, időnként Németország, illetve a Nordic régió az, aki alacsonyabb árszintet tud hozni a teljes európai átlaghoz képest. Magyarország nagyon belesimul a régióba, tehát gyakorlatilag Ausztria-Szlovákia egy határ, és akkor onnantól délre-délkeletre van egy régió. Nem mi mondjuk, a piaci szereplők mondják, hogy általában egyébként ez a régió a HUPEX-hez árazódik, illetve az összes olyan hatás, ami ebben a régióban megtörténik, az a HUPEX-en mindenképpen lecsapódik. Tehát ilyen tekintetben a HUPEX-hez tud egy regionális árjelző szerepet vinni. A napon belüli piacon talán ez itt ebben a körben egyel fontosabb, hiszen megújuló alapú villamosenergia termelés kapcsán a napon belüli piac egy sokkal reálisabb piactér tud lenni ezen termelők számára. Az látszik, hogy a likviditás folyamatosan növekszik, ez tényleg töretlen és meglepő számokat hoz. Ennek tényleges kezdete nem a HUPEX lokális intraday, tehát magyarországi intraday piacával indult, ha őszintén bevalljuk, hanem onnantól, hogy Magyarország csatlakozott az európai piac összekapcsoláshoz, ez az úgynevezett X-Bid, és onnantól kezdve kezdett szignifikánsan növekedni az itthoni likviditás is. Ma már tényleg nagyon, nagyon kiemelkedő és kiugró, és azt gondolom, hogy nagyon jó piacteret és egyre javuló piacteret nyújt a megújuló alapú villamosenergia termelőknek is, akár direktben is. És ennek egy bizonyítéka, hogyha visszanézzük az elmúlt több mint egy évet, akkor gyakorlatilag, ha az összes negyed órát számba vesszük, akkor mindösszesen 13%-ában a negyed óráknak nem volt kereskedés az intraday piacon. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindig van, és most már, ahogy megyünk előre az időben, egyre nagyobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mostani HUPEX intraday piacon mindenki, aki megfelelő árral akar kereskedni, meg tudja találni az ellenoldali ajánlatot. Fontos trend, és azt gondolom, hogy ezt önöknek is figyelnie kell, hogy az automatizálódó kereskedés az egyre inkább előtérbe helyeződik. Kereskedési robotokat állítanak a kereskedők is, illetve a termelők is a saját szolgálatukba, hiszen olyan gyorsan történnek az ajánlatok feltételei, módosításai, hogy gyakorlatilag ezeket sokkal hatékonyabb, gyorsabb, megfelelő algoritmusok mentén robotokkal lekereskedni. És hogy miért fontos az intraday piac? Ugye azért fontos, mert ugye ez egy negyedórás alapú termék, a kiegyenlítő energia elszámolás is negyedórás alapú, és ilyen módon nagyon jól egyfajta helyettesíthető termékké tud válni a kiegyenlítő energia kapcsán az intraday piac. Egy jó eszköz arra, hogy az ember nagyon közel a szállításhoz pontosítsa a menetrendjét, és ilyen módon a kiegyenlítő energia költségét csökkentse, ami, mint látszik, emelkedő trendű az elmúlt egy évben. Ha a nagykereskedelmi energiapiacokra nézünk rá, megint csak madártávlatból, akkor azért az látszik, hogy a korábbi reguláció, 2020 előtti reguláció, európai szinten is, és ennek megfelelően a magyar szinten is, alapvetően az ellátási lánc elejére fókuszált, annak is inkább a nagykereskedelmi energiapiacára, liberalizáció,
tőzsdei kereskedés, adatszolgáltatások, stb. Illetve a piacintegráció, ezt nagyon erősen alá kell húzni, mert ez egy nagyon erős és nagyon hatékony folyamat volt az elmúlt időszakban. Ami most látszik, hogy elmozdul a reguláció fókusza az ellátási lánc fogyasztó oldali végébe, megjelennek a tanúsítványpiacok, ez is említve lett már korábban, a fogyasztókra nagyobb fókusz helyeződik, az elosztott termelésre, a digitalizációra, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő és a mostani fókuszok azok sokkal inkább ezt az oldalt fogják érinteni. Mindezekkel együtt a nagyker piacon folyamatosak a fejlesztések, ebben nem nagyon szeretnék belemenni, én azt gondolom, hogy ezt talán csak a teljes kép összerakása miatt érdemes látni. A másnapi piacon a határkeresztező kapacitások allokációs módszertanának a váltása van folyamatban, illetve a másnapi piac is le fog bomlani a mostani órás termékről negyedórás termékre, ezzel is segítve a pontosabb menetrendezéshez kapcsolódó kereskedést. Illetve az intraday piacon bevezetésre fog kerülni a folyamatos kereskedés mellett három darab aukciós kereskedés. Ez is azt hozza, hogy többféle módon tudják majd a szereplők a pozícióikat optimalizálni. Viszont, hogyha elmegyünk ugye az új területekre, akkor azért az látszik, hogy nagyon sok újdonság előtt állunk, nagyon sok újdonság kidolgozása van folyamatban. Az első, és amiről én még szeretnék beszélni az elkövetkezendő időszakban, ez a tanúsítványpiacok, ezen belül is a származási garanciapiac, de itt van az energiahatékonysági rendszer és az ehhez kapcsolódó energiahatékonysági piac bevezetésének, dizájnjának kialakítása. Új szerepek, új szereplők kerültek definiálásra egyelőre magas szinten az európai regulációban és az itthoni regulációban is. Feladat az, hogy ezeket pontosítsuk, illetve a vonatkozó piacdizájnt hozzáigazítsuk. DSO flexibilitási piacok, ez is folyamatos tárgyalás alatt van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy és komplex feladat az egész hazai iparág számára. Hogy olyan megoldást, vagy olyan megoldásokat tudjunk szállítani, ami ténylegesen előremutat és megoldásokat hoz. Illetve ami nagyon fontos, és itt a digitalizáció ismét aláhúzandó, az adatok szerepének, az adatelemzéseknek, illetve az adatok rendelkezésre állásának a szerepe, ez kulcskérdés lesz a jövőben. És akkor származási garancia piacról. Ahogy Péter már említette, a küszöbén vagyunk annak, hogy elinduljon a HUPEX által üzemeltetésben a magyarországi származási garancia piac, és ebben a körben két szereplőt mindenképpen még, illetve három szereplőt meg kell említeni. Az egyik az ITM, a másik a MEH, a harmadik pedig a MAVIR, mert így négyen együtt tudtunk végigcsinálni egy olyan munkát, aminek az lesz az eredménye, hogy egy nemzetközi piachoz kapcsolódva el tud indulni a magyarországi származási garancia piac idén júniusban. Ugye a származási garanciának a fogalmáról én azt gondolom, hogy ebben a körben nem nagyon kell beszélni. Ami el fog indulni jogszabályi alapokon, az az, hogy első fázisban a kátos villamosenergia alapján kiállított GIO-k, azok egy aukció formájában negyedévente szervezetpiaci kereskedési módon a HUPEX-en a MAVIR által értékesítésre kerülnek, és aki bejelentkezik a piacra vevőként, az ezeket a GIO-kat meg tudja venni. Fontos, hogy Magyarország, és itt köszönhet a MEH-nek, csatlakozott az úgynevezett AIB-hoz, egy nemzetközi szervezethez, ami alapján a magyarországi GIO-k innentől kezdve az ehhez tartozó országokban tulajdonképpen korlátlanul kereskedhetők, illetve vice versa. Ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a piacdizájnnak, a magyarországi GIO-knak az értékét nagyban megnövelték, és én azt gondolom, hogy ebben a körben ennek mindenképpen örülni kell. Fontos, hogy a kátos GIO-k
után származó bevétel az a kát kassa költségét fogja csökkenteni, tehát nem Mavir bevétel lesz, hanem a kátrendszer hatékonyságát fogja növelni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép win-win szituáció tud lenni. A szervezett piaci kereskedés tipikus jellemzői megjelennek a GEO piacon, tehát egy mögöttes clearing rendszer biztosítja a partnerkockázatok kezelését. A többi HUPEX piachoz képest itt nem egy külön elszámolóházzal szerződtünk, hanem egy úgynevezett self-clearing rendszert vezetünk be, aminek a célja az, hogy olcsóvá tegyük az elszámolást, tehát ne okozzunk pluszköltségeket. Próbáltuk a költségeket a minimumon tartani, hogy minél attraktívabb legyen ez a piaci szereplők számára. És ahogy mondtam, az első fázisban a kátos mennyiségek kerülnek majd felajánlásra az aukciók során, de nem a túl távoli jövőben. Tervezzük bevezetni az úgynevezett több eladós modellt, ahol már közvetlenül is meg tudnak jelenni a termelők, és fel tudnak ajánlani az aukciókon származási garanciát, és tulajdonképpen onnantól lesz ez ténylegesen klasszikusan egy szervezett GEO piac. Ehhez kapcsolódóan már csak egy utolsó szlájd, ami egy beharangozó tulajdonképpen. Április 11-én tartjuk a GEO piac beharangozóját, illetve azt a workshopot, ahol egy részletes bemutatóval, illetve piaci szereplőkkel és a hivatallal együttműködve olyan beszélgetéseket szervezünk, amely segíti a piaci szereplőket a GEO piacon való részvételben, már az első aukción is, tehát 2022. júniusában, úgyhogy bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban van, nagyon szívesen veszük a megkereséseket. Mindezek után már csak annyi maradt, hogy szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, és további jó konferenciát kívánok mindenkinek.